Sziasztok, ez itt újra. A kockátékban is adottam is egy Blu-ray bemutatót, láthatok szintén egy akciós 200 forintos kiadást, amely egyébként a neten már nem lehető fel nagyon. Prometheus-t. Amelyet ugye Ridley Scott rendezett, két éve mutatták be a mozikra, akkor aztán májusban, mert jól emlékszem, hogy április végén, májusban. De lehet, hogy júniusban, valahogy abban az időszakban, most fejben meg nem mondom. Nem is az a lényeg, hanem a Blu-ray jelen pillanatban. Amely igazán látvány is a sikerült, mert szerint egyik főszereplőt láthatjuk, ugye, az egyik tervező, amelyeket középpontban helyezett ezzel a filmvel Ridley Scott, úgyhogy az Alien időverzumában játszott idézőbe, csak azt hiszem néhány száz évvel korábban is más bolygó. A végén ennek fekvőjét is láthatjuk, amikor is előtűnik egy Alien. Lenézzük a Blu-ray jellemzőit, 1080p-s, keresztesen a képminőség. Már érdekes, azt nézem, hogy itt inkább a hangot emelik ki. Lehet nekik egyértelmű. Na megvan, 2.41-es képarány eredeti mozis képarányú, 16.9-es TV képernyőkre automatizált. 1080p Full HD-s képe van Blu-raynek, csak jó el van lehetve ebben a kis ponton. És inkább úgy látszik a hangokat is, a feliratokat emelik ki, a hangok itt is 7.1-es angol True HD Audio HD hangzás, DTS hangzás, franciában is 5.1-es DTS hangzás, aztán a mi régiónk idézőjelben cseh, lengyel, magyar, és velük együtt van írva mondjuk a táj, meg a török is, 5.1-es magyar hangzás, és hát a 124 perces játékidő. És ami fontos, még 16-os karikával, hiszen ez a film is elég durva, de amit ki kell emelni, az a nagyon nagyszerű fényképezés, és ennek a filmnek is az a látványvilága, mert azt mondom, moziba olyan filmek érdemes elmenni, és Blu-ray-en is olyan filmeket érdemes megvenni, amik fényképezésben, vizualitásban mesteriek, és az a film is egyik ezen a filmeknek, vagy a korábban mutatott filmek is, hiszen így még jobban kijön a mesteri fényképezés, a vizualitás Full HD-ban természetesen, vagy a nagy motiváltan. Természetesen emellett jónak kell lenni a filmnek is, a történetnek, a karaktereknek, színészeknek, történéseknek, elgondolkodtató elemeknek. Ebben a filmben ezek mind megvannak. Nem hibátlan a forgatókönyv, viszont ezért is kapta azokat a negatív éleket és kritikákat. Ennek ellenére azt mondom, hogy én eléggé meg vagyok elégedve vele, jó 4-es tennék a filmnek röviden, és ezért vettem meg ezt a Blu-ray-t, főleg azért is, mert még akciós is volt. Nézzük, milyen extrák vannak rajta, ott egy kommentár Ridley Scott, a rendező. Producer közleműködésével, eredeti nyelven, ugye ő rendezte többek között a Mennyei Királyságot, a Gladiátort, az Alien első részét, ugye a 8. Utolsó halált, illetve a Thelma és Louise-t, akkor a... itt nem akartam mondani, a Duelist cím, és nem emlékszem, ahogy akkor jutották le magyarul. Lényeg az, hogy a Duelist című film volt az első film, egy történelmi párbajos film, nagyon jó volt, ez az 1800-as években szólt, azt hiszem. És hát még lehetne sorolni, volt pár másik film és amerikai gangster. Úgyhogy a soron végigbeszéljükben igazán nagy rendező. Valódi kommentár van még John Space író és Damon Lindelof. Damon Lindelof író, és ez az új producer közleműködése, azt mondja eredeti nyelven. Damon Lindelof írta nagyon sok sorozatnak a sztoriát, de a Lost-ét, ami hát a végére eltök nagyon rossz lett. Én nem néztem a Lost-ot, mert az elején nem jött be. De itt is felelhetők az ő hibája, amiket nem dolgoz ki rendesen, és ezzel hördül fel a nép. Van válasz a kérdésekre, ez viszont már magyar felirattal, pirosan, itt látható. Minden titkot feltáró kivonat és alternatív életek még mélyebben vezetnek Prometheus különleges világával. Jelent a kimaradt és bővített életeket jelentik, illetve egy-két rövid film így készült film takarja még az extrát. A két DVD-snél viszont másfél-két órás extra van körülbelül, vagy Blu-ray-esnél, bocsánat. De első külföldön jelent meg az a két Blu-ray-es kiadás, Magyarországon nem kapható. Hát, nézzük belülről, milyen szerencse belülről. Az űrhajót láthatjuk, amely a hőseink elmennek a bolygóra, vagyis kutakodnak eredetünk iránt, illetve a tervezőkkel találkoznak, véletlenül, meg más dolgokkal is. És hát előről pedig továbbra is ez a jó kis poszter, ami azt hiszem idéző a poszter, mert a neten meg a mozikban ez a poszter volt többek között, de gyakorlatilag ezt rakták rá a Blu-ray borítójára.
Egyetokat arról a Blu-ray kiadás oldani, nem csak állítom a filmet és a Blu-ray kiadást, szerintem megéri, főleg én 2000 forint körül. Úgy szóval tőletek, sziasztok!